30 darab új számítógépet kapott a Vaskertes Általános Iskola a Kaufland Romániától. A 8-osok számára véget ért, a 11 és 12. osztályosoknak hétfőn kezdődik a próbavizsga. Nyílt nappal ünnepelték a tűzoltóságon a polgári védelem fennállásának 82. évfordulóját. Köszöntöm nézőinket, a Fénypontot látják ezen a héten utoljára, jó estét kívánok! 30 darab új számítógéppel bővült a Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola informatikai laborja, a Kaufland Románia és az Értékek Iskolája Egyesület jóvoltából. A felszerelés átadására korábban már sor került, tegnap délután az ünnepélyes köszönetnyilvánítást tartották meg az iskola dísztermében. A Kaufland Románia az Értékek Iskolája Egyesülettel közösen idén is lebonyolította az Együtt Segítsünk adományozási akcióját, amelynek keretében a hipermarket lánc a vásárlásokból befolyó pénz egy részének felajánlásával országszerte 102 iskolában szerelt fel egy-egy számítógépes szaktermet, mindeniket 30 korszerű számítógéppel. Gyergyószentmiklóson a korábbi években a Fogarasi Mihály és a Kós Károly általános iskolák részesültek az adományban. Ezúttal a Vaskertes iskola öltözhetett ünneplőbe, hiszen február 26-án tartották meg a hivatalos adományátadást. Az ünnepségen elsőként Bernád Ildikó, a tanintézmény igazgatónője mondott köszönetet a hipermarket láncnak. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy az idén a mi iskolánkat támogatja a Kaufland, annál is inkább, mert iskolánk jelenlegi számítógépei már igencsak megöregedtek. Telerede szavaival élve, olyan világban élünk, ahol aki nem tud számítógépen dolgozni, írástudatlannak számít, ezért az oktatás modernizálása elsőrendű feladata minden iskolának. Két nagyon fontos kötelességünk van. Egyrészt megtanítani a diákokat az információszerzés számítógépes formájára, másrészt arra, hogy hatékonyan, észszerűen használjuk az oktatásban, érdekessé, színesebbé téve a tanítási órát. Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke is köszönetet mondott az új számítógépekkel felszerelt tanteremért, és kérést fogalmazott meg a Kaufland Románia jelenlévő képviselőinek. Jó néven vennénk, ha minél több helyi termék lenne promoválva, a helyieknek mondom, de minél több helyi termék lenne promoválva, tudatosan mondjam így a Kauflandon belül, hiszen a gyergyói termékeket is láttam a Kauflandban, tehát tudom, hogy van, de lehet, hogy egy jobb kontűrt, egy jobb karaktert lehetne adni ennek a résznek, ami úgy hiszem, hogy előnyünkre válna mindenkinek. A felszólalók között Nagy Zoltán alpolgármester is köszönetét fejezte ki az adományért, majd a Kaufland Románia képviselői hivatalosan is átadták a számítógépeket jelképező csekket. Az üzletlánc helyi kirendeltségének képviselője, Lukács István az adomány átadása után vásárlóknak fejezte ki köszönetét, akik hozzájárultak a kampány sikerességéhez, és azt mondta, folytatni kívánják szociális jellegű projektjeiket. A Vaskertes iskola tanulói rövid zenés énekes összeállítással kedveskedtek a meghívottaknak és a jelenlévőknek. Thank you.
Felügyelet nélkül maradhatnak a diákok és a vallástanárok, veszíthetik el állásukat, amiért opcionálissá vált a vallásóra a tanügyi szakszervezetek szerint. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetségének vezetősége bírálta azt az intézkedést, miszerint március 9-től csak azok a gyerekekkel vallásórára járjanak, akiknek a szülei ezt kérvényezik. Szerinte nem véletlen, hogy az oktatási törvénybe belefoglalták, minden módosítást a tanév kezdetekor kell bevezetni. A vallásoktatásra vonatkozó változások ugyanis felrúgják a rendet a tanév közepén az oktatásban. A szakszervezet szerint a szaktárcának sürgősen megoldást kell találnia arra, mi történik azokkal a diákokkal, akiknek márciustól lyukas órájuk lesz, miközben társaik vallásórán vesznek részt. A szakszervezetek arra is felhívják a figyelmet, vallástanárok maradhatnak állás nélkül a tanév közepén. Jelenleg megközelítőleg 6000 vallástanár van, közülük 4200-an címzetes állást töltenek be. A szülők március 6-áig kell letegyenek kérést, ha azt szeretnék, hogy a gyermekük a második fél évben is részt vegyen a vallásórákon. A hét első három napján a 8-osok próbavizsgáztak, jövő hétfőn a nagyobbak, vagyis a 11 és 12-es diákok adnak számot tudásukról. A próbaérettségi 5 napos több mint 5000 diákot érint. A 8. osztályosok hétfőn a román nyelvből, kedden matematikából, szerdán a kisebbségek anyanyelvből próba kísérettségiztek. Az eredményeket március 6-án függesztik ki. A rendes kísérettségire az iratkozások június 13-án kezdődnek. A 8-osok után jövő héten a 11. és 12. osztályos diákok számára szerveznek próbavizsgát az iskolákban. A 11-esek 3, a 12-esek 4 tantárgyból vizsgáznak. Hargita megyében több mint 5000 diákot érint a felmérés sorozat, mely március 2-án a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik. Magyarból március 3-án, kötelező tantárgyból március 4-én mérettettek meg a tanulók, majd a próbaérettségi március 6-án a választható tárgyal zárul. Utóbbi vizsgán csak a 12. osztályos diákok kell részt vegyenek. A tételek országos szinten egységesek, a vizsganapjának reggelén töltik le azokat az internetről az iskolákban, sokszorosítják, majd viszik a termekbe. A vizsgalapok megérkeztek már Hargita megyébe, ezúttal is kamerák előtt kell szervezni a számonkérést, a diákok egyessével ülnek a padban, és felvigyázó pedagógusok is lesznek. Újdonság, hogy a dolgozatokat nem megyei központokban javítják, hanem az iskolákban értékeli két pedagógus. Az egyik a javító, a diákok saját tanára is lehet. Akár csak a 8-osok próbavizsgáján ezúttal is érvényes, hogyha a tanulók kérik, akkor be lehet írni majd a naplóba a próbaérettségén elért jegyeket. Az eredményeket március 12-én függesztik ki. Jövő héten kezdődik az első autóprogram. Addig 10 bank, többek között a BCR, az ING és BRD jelezte, hogy részt vesz a kedvezményes hitelezési programban. Az első autóprogram keretében a 35 év alatti fiatalok legtöbb 11 ezer eurós hitelt vehetnek fel állami garanciával, arra a célra, hogy megvásárolják első gépkocsijukat. A hitelhez alig 5%-os önrészt kell felmutassanak, a hitel havi törlesztésére pedig átlag 10%-kal kisebb lesz, mint más fogyasztói hitelek részlete. A kormány idén 350 millió lejt fordít az első autóprogramra, ebből a keretből 14 ezer hitelt tudnak kiosztani. Február 28-án fennállásának 82. évfordulóját ünnepli a polgári védelem. A Hargita megyei Olt sürgősségi esetek felügyelőségéhez tartozó tűzoltóságokon ez alkalomból a megye több településén, így Gyergyószentmiklóson is délelőtt 10 órától nyílt napot is tartottak a tűzoltóság székhelyén. Látogatók akadtak az idén is, ez alkalommal bemutatásra kerültek a tűzoltóság, valamint a rohammentők speciális járművei is. Minden évben február 28-án ünneplik a romániai polgári védelem megalakulásának évfordulóját. Idén éppen 82 éve, hogy 1933-ban ezen a napon királyi dekrétummal létrehozták a polgári védelem intézményét, amely a mai napig vészhelyzeti felügyelőség elődje volt. A helyi tűzoltóságnál nyílt nappal ünnepelték ezt a napot. A korábbi évektől eltérően ez alkalommal csupán néhányan voltak kíváncsiak a tűzoltóság tevékenységére. Csoportosan látogatók idén nem érkeztek a nyílt napra.
Ahogy az korábbi években is zajlott, az odalátogatók megtekinthették a műszaki és rohammentők, valamint a hivatásos tűzoltók speciális járműveit, felszereléseit és azok használatának bemutatójára is sort kerítettek. Az odalátogatóknak ugyanakkor bemutatták a tűzoltóság legújabb terepjárószerű speciális járművét is, amelyet főleg az erdőtüzek megfékezésénél tudnak jól kihasználni. Az Európai Unió tagországai közül Luxemburgban volt a legnagyobb havi 1923 eurós az országos minimálbér. 2015. januárjában Belgiumban és Hollandiában is magas a minimálbér, mindkét országban 1502 euró. A legkisebb havi minimálbért, 184 eurósat Bulgáriában fizették. Romániában 218 euró volt a minimálbér, és Litvániában is éppen csak elérte a 300 eurós határt. Magyarországon a minimálbér 2015. januárjában 333 euró volt. Ahogyan már az érdekeltek megszokhatták, elkezdődött a pályázatok időszaka. Közzétette kiírásainak egy részét az RMDS, vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni Gyergyószentmiklós helyi költségvetéséből. Hargita megye tanácsa pedig jövő héten szavaz a kérdésben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kiírta pályázatait oktatók, kutatók, tudományos tanácskozásokra, művészeti fesztiválokra, mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására, szorványközösségek segítségére, szorványgondozó lelkészek utazási költségeinek résztámogatására, sport, illetve művelődési tevékenységek sajtófinanszírozására. Emellett magyar nyelvű könyvek kiadását és az ifjúsági közéleti tevékenységet is támogatja a Comunitas. A pályázati határidők március közepe és vége közé tehetők. A kiírással kapcsolatos minden részletet az érdeklődők megtalálnak a www.comunitas.ro honlapon. Vissza nem térítendő támogatás pályázható Gyergyószentmiklós megyei jogú város helyi költségvetéséből non-profit és közhasznú tevékenységek finanszírozására. Erre a célra idén összesen 603 ezer lejt különítettek el. Pályázatot lehet benyújtani 5 területen. Idén 25-25 ezer lejt osztanak szét helyi kulturális, illetve idegenforgalom, turizmus jellegű programok, projektek, tevékenységek támogatására. 13 ezer lejt kapnak az ifjúságot célzó rendezvények. 10 ezer lej oszlik meg a szociális ágazatban pályázók között. A legnagyobb összeget idén is a sportprogramok, tevékenységek kapják. Összesen 530 ezer lejt különítettek el erre a célra. A pályázóknak a finanszírozási kérelmet a pályázati útmutatóban megjelölt formában a Városháza iktatójában kell jegyeztetniük egy írásos eredeti példányban és elektronikus formában adathordozón legkésőbb március 30-án, hétfőn déli 12 óráig. A támogatási kérelem és a pályázati útmutató megtalálható a Polgármesteri Hivatal Szabadságtér 27 szám alatti ügyfélfogadójában, illetve a www.gyergyószentmiklós.ro honlapon. A Hargita megyei tanács március 4-én tartandó soros tanácsülésén előreláthatólag elfogadja a pályázati kiírásokat a 2015-ös évre. A következő pályázati felhívásokra lehet jelentkezni: Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények, hagyományos népviseletek, önkéntes tűzoltó egyesületek, turisztikai programok, családoknak szóló tevékenységek, ifjúsági tevékenységek, valamint sporttevékenységek. Felhívják a civil szervezetek és egyházak képviselőit, hogy a teljes dokumentációt állítsák össze annak érdekében, hogy támogatni tudják pályázataikat. A sporttevékenységeket támogató program keretösszege a 2015-ös évre jelentősen növekedett. A tavalyi 270 ezer lej helyett idén már 350 ezer lej. Az ifjúsági tevékenységeket támogató program keretösszege 150 ezer lej, az eddigi 120 ezer lej helyett. Bővült a támogatott tevékenységek köre is az úgynevezett iskola utáni foglalkozásokkal, ugyanakkor a program támogatni kívánja a fiatalok gasztronómiai ismereteinek fejlesztését szolgáló felszerelések beszerelését is. Olyan programok kapnak támogatást, amelyek a szerződés megkötésének időpontjától indulnak, vagyis a már folyamatban lévő projektek nem részesülhetnek a pályázatokból. A meghirdetés után Hargita megye tanácsa ismertető karavánt szervez a megyek különböző térségeiben. Ennek keretében az érdeklődők részletesebben megismerkedhetnek az egyes programokkal, és a felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak.
Több dobogós helyezéssel tértek haza Csíkszereda képviselői a Bucsecs-hegységben megrendezett téli triatlon országos bajnokságról. Az összesített rangsorban a Hargita Triatlon Klub végzett az első helyen. A sorrendben futásból, hegyi kerékpározásból és sífutásból álló viadal női versenyén Koncz György Mónika, a csíkszeredai Hargita Triatlon Klub képviselője szerezte meg a bajnoki címet. Marian Daniela diadalmaskodott a férfiak versenyén, ahol a csíkszeredai Koncz Sándor második lett. Fotókiállítás nyílik Fodor István fényképeiből, Székelyföld madártávlatból címmel. A tárlatot Münzlinger Attila, a Gyergyói Fotóklub tagja nyitja meg március 2-án hétfőn 18 órától. A sokak által szakorvosként ismert dr. Fodor István fotóiból nyílik kiállítás Székelyföld madártávlatból címmel március 2-án hétfőn 18 órától. Tudni kell Fodor Istvánról, hogy ő Gyergyószent Miklóson született, Tekerőpatakon nevelkedett, és itthon még nem volt egyéni kiállítása. Kiállításának különlegessége, hogy az összes fotóját repülőgépből készítette. Tehát mindenképp egy különleges és egyedi kiállítás megnyitóra fog sor kerülni. A kiállítás Csík, Gyergyó, Háromszék környékét, a Hargita fenyveseit és tisztásait, csíki és gyergyói falvakat, hegyeket, völgyeket, kultikus és turisztikai helyeket mutat be rendkívül izgalmas, eddig nem látott képek segítségével. A tárlatot Munzlinger Attila, a Gyergyói Fotóklub tagja nyitja meg. A megnyitót Karancsi Sándor teremben tartják. Ez volt a hét utolsó fénypontja, perceken belül az aktuális beszélgető műsor következik. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hétvégén hírösszefoglalóval várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó Virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura, szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.